Most, hogy sikerült feldolgoznom, hogy elhalasztják a Dűne második filmjének a premierjét, most már kicsit leülepettek a dolgok, és a szomorúságon túl eljutottam odáig, hogy elolvastam a Kaladán trilógiának a második részét, így most van egy kicsit több időm bepótolni a hiányosságokat, még inkább el tudok merülni az előtörténetekben, illetve magát a dűnét is újra akarom majd olvasni, meg hát nyilván folytatni is szeretném majd a sztorit. Úgyhogy Hát elolvastam a második részét a Kaladan trilógiának, ami, ha lehet, még jobb, mint az első volt. Sziasztok, könyv vagyok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Szóval elolvastam a Kaladan úrnőjét, és igazából gondolkodtam rajta, hogy ér -e ez egy videót, de szerintem ér, mert megint fantasztikus történeteket kaptunk, és én még mindig azt mondom, hogy Brian Herbert Kevin J. Andersonnal fantasztikusat alkotnak, szerintem nagyon jól hozzák, közben ide kirakom, nagyon jól hozzák a dűne alaphangulatát, nagyon jól elmélyítik a szálakat, én iszonyatosan jól megértem a, a, a motivációkat, meg, meg mindazt, ami a dűnében történik, szóval nekem, nekem baromi sokat ad ez az előtörténet, és adásul ugye úgy, hogy a Caladan trilógia az egy tényleges előtörténet, tehát ez konkrétan a dűne cselekménye előtt játszódik, nem úgy, mint az Atreides ház például, ami bőven előtte, tehát az még létó apjáról szól, illetve uh, arról, hogy létóból hogy lesz herceg, tehát ő még ott akkor fiatal. Úgyhogy ahhoz képest szerintem ez tényleg igazán fontos a dűne szempontjából, meg a dűne rajongóinak szempontjából, mert, mert a közvetlen szereplők és a közvetlen kiváltó okok azok, amik meg vannak magyarázva. Az, hogy ez egy trilógiában van megmagyarázva, az számomra rajongóként a legjobb dolog, ami történhet. Egy problémám van csak, hogy ez viszonylag jelen időben íródik, szóval megint rohadt sokat kell várni arra, hogy megjeljen a harmadik rész. Szóval spoilermentesen a sztoriról. Nyilván a cím is elárulja, hogy Kaladen úrnőjéről beszélünk. Az előző kötetnek Kaladen hercege volt a címe, ott ugye Létó volt előtérbe helyezve. Itt Jessica az, aki a fő szereplője talán a sztorinak, úgy, hogy egyébként ez is ugyanúgy párhuzamosan haladt. Tehát kapunk jessica kapunk Létót, kapunk Polt, kapunk egy csomó mindenkit, hárkon nem bárót, Bene et szóval igazából tényleg mindent megkapunk, ami a dűne világában játszódik, csak még mélyebben, még több politikával, még több ö, áskálódással igazából, és talán egyre közelebb kerülünk ahhoz a pillanathoz, hogy miért döntött úgy a császár, hogy elveszi a Harkonnenektől az Arakiszt. Szóval egyre közelebb jutunk a, a fordulóponthoz, egyre kikristályosodni látszik, talán az az egész cselekmény, ami a dűnében megvalósul, és nagyon izgalmas, nagyon érdekes, én végig izgultam úgy, hogy pontosan tudom, hogy mi lesz a trilógia legvégén, hiszen el fogunk menni a dűnében az Erekiszra, és mégis annyira tudok izgulni, hogy ezek a kis apró cselekmény szálak, amik előtte vannak, hogy, hogyan történnek, hogyan oldják meg a problémákat, hogyha most ezt még jobban megbonyolítják, én már pedig megbonyolítják, hogy abból hogy fog ebből kijutni az, hogy akkor ott maradunk a Kaládanon, vagy, vagy mi történik. Szóval teljes, teljes döbbenetben vagyok, hogy egy ennyire komplex világot, amit Frank Herbert megcsinált, hogy ezt még tovább tudják húzni, és még mélyebbre tudnak vinni minket, és persze, Brian Herbertnek és Kevin J. Andersonnak van egy nagyon komoly múltja, de ők tényleg nagyon mélyen belementek ebbe a dűnevilágba, hiszen van egy rakat előzmény történet, amit ők írtak. Ehhez képest a Kaladán trilógia lehet, hogy nekik már egy ilyen új gyakorlat, és, és szinte a kis kirázzák, mert nagyon ezt érzem, hogy nagyon tudják, hogy mit csinálnak, nagyon tudnak játszani az érzelmekkel, nagyon jól megmutatják tényleg azokat a mélységeket, hogy mi van a hárkonneneknél, hogy ott hogyan zajlanak a körülmények, hogy belemegyünk tényleg abba, hogy ki fogja átvenni a Harkonnen bárótól az uralkodást. Benne van már az is, hogy polt is próbálja felkészíteni az apja arra, hogy igenis uralkodnia kell majd. Ott van Létó személyisége, aki szerintem még szimpatikusabb, mint valaha volt. Aztán ott van Jessica is, akinek szintén én azt gondolom, hogy a dűnében is nagyon jól megmutatkozik, hogy milyen a személyisége, de ebben a részben, meg már a Kaladánban is, a Kaladán hercegében is nagyon jól kijött, hogy ezért nála vannak problémák, úgymond, hogy kihez legyen hűséges. Ugye a Kaladán hercege úgy is ért véget, hogy a menedzserit elrendeli Kaladánról Jessica-t vissza a szülőbolygójukra de, de hogy ebben a részben azon kívül, hogy, hogy igen, ott vagyunk, és a Bene gesserit egy kicsit mélyebben, még mélyebben megismerkedünk, meg, meg, tényleg rengeteg plusz utalás van a jövőre nézve, ezen kívül jessica a, a, szerethető részét is nagyon-nagyon szépen, és nagyon jól, és nagyon dinamikusan ívben rakva megmutatja, hogy, hogy ő, ő, ő milyen is igazából. Úgyhogy számomra Jessica amúgy sem volt egy negatív karakter, de ettől a könyvtől még közelebb került hozzám. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki szeretne elmélyedni a Dűne világában, annak ez a trilógia a jelenlegi két kötettel szerintem mindent visz. Úgyhogy akkor jöjjön a spoileres verzió, mert ennél többet nem tudok elmondani, ami nem spoiler, mert hogy brutális, tehát hogy tényleg elképesztő, hogy mennyi minden történik. Ugye visszarendelik a Benegyzetek főhadiszállására jessica Jessikát, ahol kiderül, hogy, hogy elképzelhető, hogy tényleg túl a Kizác nem tudom szépen kiejteni, remélem, hogy jól mondom. Üh, és és, és ott, itt, itt már sokkal több infót kapunk erről az egészről, hogy pontosan hogy is működik ez a tenyész program, hogy ezért vannak más jelöltek, és oké, okay, a dünne filmben ez így ki van mondva, egy mondattal, hogy vannak más jelöltek is de itt a könyvben ez még inkább megvan, főleg olyan szinten, hogy Jessica találkozik is az egyik jelöltel. Ráadásul szövetséget is kötnek, ami számomra nagyon durva, hogyha belegondolunk, ő, hogyha ha őt, vagy róla derül ki, inkább így mondom, hogy ő az, aki, aki, aki megváltja a világot, akkor, akkor Polnak annyi. Akkor tulajdonképpen Pol létezése semmire nem való, magyarul meg lesz ölve. És egyébként már ebben a részben is nagyon erősen megvan ez, hogy, hogy a radikálisok, ők sokkal inkább abba az irányba mennek, hogy mivel Jessica nem lány szült létónak, hanem fiút, ezzel ugye felborított mindent, amit a Bene Gesserit kitalált ezzel a tenészprogrammal, emiatt ugye Jessica-nak és a fiának lakolnia kell. Magyarul meg kell halniuk. Emiatt hogy az egész könyvet körbeöleli egy ilyen halálfélelem, és végig aggódunk mind Jessicaért, mind pedig Pólért, mert Nyilvánvaló, hogyha Jessica bajban van, akkor a Bene Gesseritnek semmiben nem telik, hogy eljusson Kaladára, és bármit is csináljanak Pollal, vagy akár létóval. Szóval szerintem ez nagyon-nagyon komoly, amit, amit feszültséget tudnak gerjeszteni ezek az írók. Zseniális, amit végig tolnak, és nekem iszonyatosan tetszett amúgy mindentől függetlenül a Bene Gesseritnek a, a munkássága. Bár itt azért egy picit szerintem elment a negatív irányba, bár itt nekem legalábbis elment a negatív irányba, hogy, hogy ennyire próbálnak a jövőre tervezni, és ó, ők mindent tudnak, meg igazmondó, meg, meg érzékelik, hogyha hazudnak nekik, stb. stb. Tehát elképesztő képességekkel rendelkeznek ezek a nők, és mégis ott állunk, hogy. Van egy darab nőszemély, akinek megborult az elméje, mert annyi mindent látott, és annyi mindent fogott föl a múltból és a jövőből is, hogy teljesen elborult, és sorra nyírja ki maga körül a, a nővéreket. És akkor jön, jön egy mondat, hogy Jessica veszélyes, vagy hát ki tudja egyébként, hogy ez mit jelent, mert csak annyit mondott, hogy Jessica veszély. Ebből ugye bármi következhet. Nyilván az én szívem oda húz, hogy Jessica van veszélyben, és nem fordítva. De hát nyilván ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. És engem teljesen ledöbbentett, hogy egy ennyire szervezett szervezet képes ilyen szinten két irányba úgy eltalódni, meg annyira radikalizálódni, meg annyira kétségbe esni egyetlen ember egyetlen mondatától, vagy gondolatvilágától, hogy nem tudják, hogy mihez kezdjenek. És ez engem így elgondolkodtatott, hogy, hogy ha egy ember ilyen szinten meg tudja bolygatni a mékast, akkor, akkor nem biztos, hogy ez egy annyira stabil rendszer, és akkor amit a dűnében látunk, az végül is csak a látszat. Hogy ők megpróbálják fenntartani ezt a látszatot, hogy itt minden rendben van a Bene Gesserit körül, de igazából ami ebben a könyvben történik, az tökéletesen ábrázolja, hogy a színfalak mögött korán sem biztos, hogy ez ennyire rendben van. És nekem ez nagyon tetszett egyébként így a könyv felépítésével, hogy, hogy ennyire mélyre belementünk, és látjuk azokat a kis puzzle hiányokat, hogy, hogy, mi az, ahol, ahol támadható a Bene Gesserit, vagy hol, hol, érzékenyebb, hol gyengébb ez az egész szervezet, amit felépítettek, és amit évezredek óta csinálnak. Úgyhogy nekem ez is nagyon tetszett, hogy egy picit sebezhetőbbnek mutatta a Bene annál, mint amit mondjuk a dűnében tapasztaltunk. Bene Gesserit vonalon maradva még annyi jessica kapcsolatban, hiszen ő a főszereplőnk alapvetően, hogy ugye mondtam az elején, hogy az ő személyiségébe is nagyon-nagyon Ö, mély betekintést nyertünk, és nekem borzasztó szimpatikus volt, hogy igen, a dűnében azért ő ott van végig létom mellett, és egyértelmű a hűsége felé. De ebben a trilógiában amúgy annyira ez nem volt egyértelmű eddig. Legalábbis az első könyvben ugye automatikusan engedelmeskedik a Bene Gesserit hívásának, és visszamegy. De, de, de ebben a kötetben teljes mértékig és tökéletesen leírják ezek az író férfiak fantasztikus módon, hogy mennyire szenvedett el az egésztől, és hogy, hogy mennyire nehéz ezt a lojalitás vagy hűségkérdést helyén kezelni, vagy jól mérlegen tartani, hiszen mindent a Bene köszönhet. Azért is lett létóval, mert a Bene Gesserit így döntött. Szóval borzasztó sok hálával tartozik nekik. Elképesztő hűséget vár el ez a rend, a követőitől, a nővérektől, akik ki vannak nevelve Bene Szóval tényleg nagyon komoly az a, az a stratégia, amit ők visznek. Viszont ugye az emberi tényezővel ők nem számolnak. Ami nagyon durva, és ez Jessica tök jól elmondja, szerintem legalábbis ott van egy ilyen nagyon jó mondata, hogy, hogy az emberrel és a szeretettel egy percig nem foglalkoznak. Hogy ők mindent kiszámolnak úgymond papíron, nekik megvannak a kis terveik, megvan a jövőre nézve, hogy mit szeretnének, de ebben nem számolják bele azt, hogy például Jessica beleszeretett létóba. Ezért teljes mértékig felülírt mindent, amit a Bene Gesserit elvárt tőle, és fiút szült neki, mert létó fiút akart. Tehát, hogy jessica -ban alapvetően nem az volt, hogy majd megszüli a megváltót. Az már csak utána jött, mint gondolat, mert ő igazából Létónak akart kedveskedni, és miatta akart fiút szülni, hogy Létónak legyen örököse. Mert hát nyilván ugyanabban a patriarhális, félmatriarhális társadalomban élünk, hogy csak a fiúk azok, akik komoly örökösnek számítanak. Szóval azt gondolom, hogy Jessica hiába látszatra, és megint ugye bejön ez, hogy a látszat, látszatra Benne Jezerit, de sokkal inkább Caladan úrnője, mint sem Benne Jezerit, boszorkány, úgymond. És, és ez nagyon-nagyon szépen megmutatkozik a könyvben végig, hogy mit leküzd azért, hogy visszamehessen a Kaladánra, hogy megmenthesse a Pól életét, hogy utána, amikor átrakják őt a fú, nem is tudom már melyik bolygóra, egy másik uh, herceghez vagy grófhoz, hogy, hogy még akkor is megpróbálja, és amit én imádtam, és ez az egész dűnében nagyon kiemelkedő szerintem, és iszonyatosan fontos, már Léto és Jessica kapcsolatában is szerintem erősen megnyilvánult ez az igazságosság, meg a, az igazmondás, meg hát alapvetően Léto karaktere az igazságosságról szól, de, de itt is, hogy Jessica nagyon jól megmutatta, hogyha őszintén viselkedik ezzel az új férfival, akinek az ágyasának kéne, hogy legyen, mert egyébként számító okokból ugye csak a pénz kell tőle, de hát nyilván ezt csak egy boszorkány fogja tudni elintézni, Szóval mivel teljesen őszinte a pasival, a pasi is totál őszinte tud lenni vele, nyilván addig a pontig, amíg ő akarja. Tehát, hogy ez is benne van az alkujukban, hogy van egy határ, amit nem lép át egyikőjük sem. De, de ez a határ, ez mind az őszintességre épül. Minden, ami köztük történik, egyébként semmi nem történik köztük, és ezt is nagyon szeretem, legalábbis a könyv végéig, minden totál őszinte. És ez nagyon ritka, ami, amit itt, itt leír ez a kapcsolat Jessica és a bárók között. Mert mert alapvetően a Düne világa egy totálisan politikai játszmákra, átverésekre, kétkedésekre, és folyamatos, hát nem véletlenül van személyi pajzsuk, bakker, hát nyilván folyamatosan félnek attól, hogy megtámadják őket, és ez mindenkire igaz de ez nem csak azért van, mert ők nekik az Arrakisra kellett menni, ők a saját bolygójukén is ugyanúgy ilyen pajzsal mennek a városban, mert bármikor történhet bármi. Tehát, hogy ilyen szintű aljasság és kiszolgáltatottság van abban a világban, amiben élnek, és ahhoz képest ez a pár mondat, meg ez a pár gondolat, ez a minimális kis, kis közbeszúrás, ami itt van, ez szerintem egy olyan előremutató és annyira fontos rész, hogy tulajdonképpen Brian Herberték megmondták, hogy hogy kéne viselkedni. Hogy ezzel, hogy őszinték vagyunk, és elmondjuk egymásnak a valós érzelmeinket, és nem azt, amit a másik elvár tőlünk, ezzel mennyivel könnyebben tud működni minden. Hogy Jessica el tud jutni a Kaladánra, amit egyébként nyilván kizártnak tartott mindenki, de megoldották, meg tudta menteni a fiát végig tudta vinni azt, amit ő szeretett volna, úgy, és ez is ki van hangsúlyozva a könyvben, és ezt is külön imádtam, hogy egy percig nem használta a Bene Gesserit képességeit. Pusztán önmagát adta, és őszinte volt. És szerintem ez tökéletesen leírja, hogy mi a baj a mai társadalommal, meg nyilván a dűnében a jövőbeli társadalomban is. És ha már itt tartunk, hogy társadalomkritika. Szóval belegondoltam abba, hogy tízezer ki tudja hány százban járunk, de tulajdonképpen, és persze 65-ben írta Herbert a dűnét, a srácok meg 2020 években írniák ezeket az előzmény tehát nyilván a saját korukból merítenek, de a jövőben játszódó történeteket olvasunk, tízezer akárhány százban, és pontosan ugyanazok a politikai csatározások mennek, és nem csak politikai, hanem emberi oldalról is pontosan ugyanaz működik az akkori világban, mint a mostaniban. És ez engem egyébként mélyen elszomorít, hogyha belegondolok, Frank Herbert tulajdonképpen nem jósolt semmivel sem jobb jövőt nekünk. És a fiáik sem jósolnak a mai nappal sem jobb jövőt nekünk, mert ők is azt mondják, hogy tízezer akárhány százban egy-két kivételt leszámítva nem várható más, mint áskálódás, folyamatos csatározások, folyamatos hátbatámadások, és hogy folyamatosan azt kell figyelned, hogy éppen ha jobbra nézek, akkor balról megtámadnak-e. Szóval szerintem ez borzasztó, és, és nagyon durva ebbe belegondolni, hogy az ember alapvetően, vagy legalábbis én, amikor a jövőt elképzelem, és nem megyek tízezerig, csak kétezer akárhány százig, akkor valahogy egy szebb, jobb, zöldebb, barátságosabb világot képzelek el. Ehhez képest elég sötét jövő vár ránk ezek szerint, a férfiak szerint, és nem tudom, hogy ennek van-e bármi köze ahhoz, hogy én egy ilyen békésebb természetű nő vagyok, ők meg nem tudom, milyen természetű, de férfiak. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez vajon a férfi-nő közötti különbségre bármilyen módon is visszavezethető-e, hogy én egy ilyen békés társadalmat szeretnék, mert nem tudom, mert szerintem ez lenne a világ dolga, hogy békében legyünk. Míg, míg a pasik folyamatosan ö, csak, csak csatároznak és, és küzdenek egymással. Szóval nem tudom, hogy ez ezt vajon, hogyha nő írja, akkor milyen lenne. A feminista részt ezt így le is zárnám. A lényeg a társadalom kritika, hogy, ö, hogy ezért ebbe így érdemes elgondolkodni, vagy belegondolni, hogy vagy ha szerintük, akkor és mostani állás szerint is ez vár ránk, akkor tulajdonképpen semmit nem fejlődtünk semmiből nem tanultunk, azon túl, amit leír itt is, meg a dűnében is, hogy levertük a gondolkodó gépeket, és újra az ember van hatalmon. Tehát, hogy ezt leszámítva, hogy ezt már Herbert így megjósolta, hogy a, a számítógépek, meg az AI, meg hasonlók így átveszik az uralmat, ami vagy megtörténik, vagy nem. Ezen kívül semmi nem történt. Mindenki ugyanolyan gátlástalan, és csak magának, vagy hát a szűk körének akarja a hatalmat, a vagyont, a sikert, mint ahogy most is csináljuk. Hogy puh, mi lesz itt? Nyilván nem fogok tudni örök igazságot mondani, szóval nem tudom megoldani az emberiség problémáját, akkor nem itt ülnék valószínűleg, hogyha lenne ennél jobb ötletem, mint hogy beszéljünk erről, és beszéljük ki a problémákat, meg legyünk őszinték egymással, hát hogy ezen túl én nem tudok sajnos mit tenni, én igyekszem a kis mikro- meg makro környezetemben ezt, ezt így tolni, amennyire lehet, hát hogyha ez segít valamit, én hiszek abban, hogy egy fecske is csinálhat nyarat. Bár a dűne ugye nem ezt mutatja, de ott még nem tartunk, Kaladán úrnőjénél járunk, és Létót éppen megpróbálják elismerni. Szóval Létó az egyetlen olyan karakter, aki igazán, tényleg csak pozitív jelzőt tudok rá mondani. Nincs, nincs semmi, ő igazságos, ő őszinte, ő egyenes, ő, ő, ő lojális, és amikor felajánlják neki, hogy kaphat egy kicsit nagyobb részt mindenből, ami amiből eddig kimaradt, mert hogy ugye csak a Kaladánra koncentrált, még akkor is azt mondja, hogy tudjátok mit? Inkább nem, mert ha ehhez az kell, hogy egy embert hátba szúrjak, akkor én erre nem vagyok hajlandó, mert nem fogok tudni tükörbenézni, és onnantól kezdve mit ér a becsületem. És így, anyám! egy Sádám császárnak, egy Fendring grófnak ilyet mondani, akik nem is értik ezeket a szavakat, már szerintem a születésüktől kezdve, teljes döbbenet volt, és imádtam értelétót, hogy nem hasonult meg, hogy tulajdonképpen rájött, hogy mégsem számít ez az egész, mert ha ennek ilyen ára van, akkor neki nem kell több föld, akkor neki nem kell több hatalom, akkor nem akarja, hogy az Átreides ház feljebb emelkedjen bárhol is, mert ilyen áron emberek élete árán nem. És szerintem ez fantasztikus, és nagyon szeretem azt, ahogy ezeket a tanításokat át is adja egyébként, mert körülötte mindenki ilyen. Tehát egyrészt nyilván olyan embereket is választ maga köré, akik ezt az ideológiát tudják képviselni, mert Duncan Idaho, Gurney Helek, ők mind ilyenek. Nem tudják elképzelni, hogy bántsák a, akár az uralkodójukat, vagy a fiát, vagy bárki mást, nyilván akkor, hogyha ha erre nincsenek rákényszerítve. De önszántukból eszükbe nem jutna semmi olyan, ami, ami létónak nem jutna eszébe. Szóval ők, ők fantasztikusak egyébként. Az a hármas, zseniális karakterek. Tehát tényleg, tényleg elképesztő jó, amit, amit ők csinálnak, és amit ők is képviselnek. Meg az, ahogy védik Pólt, és hogy ezt is létó mennyire beléjük tudta úgymond súlykolni, vagy nem tudom, mennyire kellett súlykolni, mert én azt látom, hogy teljesen természetes nekik, hogy Paul lesz a következő herceg, innentől kezdve rajta is legalább akkor a fókusz kell, hogy legyen, hanem nagyobb, mint az apján, hiszen neki még mindent meg is kell tanulnia. Tehát nem elég csak az, hogy tiszteljük és életben tartjuk, hanem neki mindent magába kell szívnia mind azt a részt, hogy készüljön fel bármilyen támadásra, mint pedig az uralkodáshoz szükséges igazságosságot, jóságot, bölcsességet. Szóval azért nekik, mint nevelők, nagyon nehéz dolguk van, hogy, hogy fel is készítsék, de közben jónak is neveljék ezt a srácot. És nyilván ebbe Jessica is beletartozott ebbe a körbe egészen eddig a sztoriig, mert ő is nagyon sokat segített ebben az egészben, hogy, hogy polból egy, egy jó vezető váljon. És egyébként nagyon jól is szerepel szerintem hiszen Létó azért többször elhagyja a Kaladánt, többször, mint eddig bármikor, és így porra is nagyobb felelősség hárul, és én nagyon szerettem, hogy, hogy itt ebben a kötetben megtapasztaltunk valamit az ő bölcsességéből és az ő vezetői tudásából. És így sokkal inkább érthetővé válik, vagy sokkal egyértelműbbé válik a dűnében az ő szerepe. Sokkal elfogadhatóbb szerintem minden, amit csinál a dűnében, azzal, amit így csinál, hogy tényleg kikéri a véleményét az nála okosabbaknak, ami szerintem fantasztikus, mert hány olyan hatalmon lévőt ismerünk, aki azt mondja, hogy figyelj, én ehhez nem értek, segíts. De cserébe olyanokat hányat ismerünk, hogy majd én azt tudom. Na hát Paul még véletlenül sem próbál úgy csinálni, 14 évesen, mint hogyha minden tudna. Sokkal-sokkal szimpatikusabb most a karaktere. Bár én a dűnében is szerettem, de ott kevesebbet kapott, szerintem. Az első részben mindenképp. De itt nagyon jól hozzák a leendő uralkodó típust, azt, aki létó méltó örököse lesz. Úgyhogy én iszonyatosan gratulálok ezért a könyvért megint, mert zseni volt, amit ide raktak, minden karakter tűpontosan van kidolgozva, úgy a negatívak, mint a pozitívak, a köztes helyzetek is szerintem fantasztikus lett egy az egyben az egész. Úgyhogy nagyon-nagyon várom a harmadik részt, tűkön ülök hogy mikor jön ki, és vajon mi lesz a magyar címe, mert gondolom ott meg ugye, mivel trilógia és létó Jessica, akkor jó eséllyel Paul fog jönni. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor majd Paul kap még nagyobb szerepet, akkor hogyan fogják bemutatni ezt az egész történés sorozatot. Úristen, tényleg tűkönülök, remélem, hogy jövőre már megkapjuk a sztorit, mert, mert nagyon izgalmas. Mert elképesztően jó az, és én ezt nagyon szerettem megint csak, hogy az első könyv, ahol véget ért, ott kezdődik a második. Tehát nem próbáltak semmilyen ugrással megúszni bármilyen sztorit, hanem ténylegesen egy komplett történetet kapunk, csak hát nyilván ezt nem lehet egy könyvbe megcsinálni, teljesen egyértelmű, és totál jó, ahogy csinálták. Ahol az első lezárult, tökéletes, a második könyv tökéletes, ahol lezárult, és hát nyilván a harmadik is tökéletes lesz, mert reményeim szerint akkor ott már nem fog nagyobb időugrás történni, úgyhogy jó esélye onnan már kapárból a dűne fogunk kerülni. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy nem, nem, húzzák még tovább az időt, bár nyilván a rajongók biztos örülni fognak neki, hogyha lesz még egy könyv, vagy még több könyv, hiszen minél mélyebbre jutunk ebben a világban, annál jobb, és tényleg fantasztikus. Ja, és még amire nem tértem ki, jaj, hát Jackson Aru, hát úristen, a srác a totál radikalizmusával, engem egyébként teljesen megvet, és nem jó értelemben, tehát hogy nem azt mondom, hogy akkor őt támogatnám, de az a karakter, amit kitaláltak neki, az szerintem elképesztően jó. Annyira jól hozza a fiatal, feltörekvő, minden ellen menő, már mint az ellen, ami most van, mert hogy milyen rossz, és tényleg rossz, amit a császár csinál, hogy mindenkit elnyom, külön adó meg. Szóval tényleg borzalmas, amit Saddam csinál, és ebben teljesen egyetértek vele. Az a radikalizmus, amit ő csinál, hát azzal sokkal kevésbé tudok egyetérteni. Viszont maga a karakter az szerintem zseniális, amit csinál. Hogy, hogy tényleg annyira megosztó, és azáltal, hogy ő is megosztó, még inkább megosztja a császárral való szimpatizálást is. És nekem ez iszonyatosan tetszik. Ő egy nagyon-nagyon jó karakter, és az a durva, hogy nem tudnám azt mondani, hogy ő egy negatív karakter. Mármint nyilván persze, ő egy lázadó, és a jelenlegi rendszer ellenlázat, tehát nyilván neki kéne lenni a negatív karakternek, de amikor, tudod így, a, a jelenlegi rendszer a rossz, és a császár a rossz, meg hárkon nem báró a rossz, akkor ahhoz képest egy Jackson -aru nem, 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 tudom rossznak mondani egész egyszerűen, Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő sztoriával is mi lesz, hogy, hogy azt hova fogják kifutatni, hiszen ő nem szerepel már a dűnében, vagy csak Szerintem nem került el a figyelmemet mert láttam már vagy 26-szor azt a filmet azóta, mióta megjelent a mozikban, és szerintem keveset mondtam számra. De szerintem biztos történni fog vele valami. Hát nyilván, nyilván le lesz zárva ez az egész felkelés, meg lázadás valahogyan, de iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy hogy fogják megoldani. Úgyhogy én nagyon szurkolok, hogy a harmadik rész is minél hamarabb megjelenjen. Epekedve várom, és én azt mondom, hogy Tényleg mindenki, aki egy kicsit is oda van a dűnéért, az olvassa el az előzmény trilógiát, mert megéri, És bármennyire nem Frank Herbert írta, és tudom és értem, hogy a, a, az alapkánonnak ez nem része, de szerintem ez nem számít, mert annyira jó a stílus, annyira egyezik a dűne stílusával, mind a, a fejezetek elején lévő kis bejegyzésekkel. Szerintem elképesztően jó ez az egész sztori, és én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült a fiának ezt így megoldani, mert szerintem megugrotta az apja mércéjét. Viszont nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre ezzel az egészsel kapcsolatban, hogy álltok a dűnével, hogy álltok a filmmel, előzményekkel, minden érdekel tényleg, hogy, hogy ti hogyan kezelitek ezt az egész világot. Úgyhogy írjátok meg ide kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc részetek, van-e kedvenc részetek, folytatátok-e a sorozatot illetve itt is találtok egy videót, amit meg tudtok nézni, hallgatni, és ha még nem tettétek, akkor fel tudtak iratkozni a csatornára is. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!